Sziasztok! Ebben a videóban elkezdek foglalkozni a száhúzásnak az alapjaival. A videó végén megmutatom azt is, hogy a legegyszerűbb popsi-tepsi száhúzás is milyen tuti jó móka lehet. Tartsatok velem! Még mielőtt belekezdek a fő témába, szeretném Dominiknak és Szegának megköszönni a hasznos kommenteket. Megtörték a jeget, most már tényleg valós követőim vannak, akik hozzámernek szólni a videóimhoz, és beterjesztették igényeiket. A kutyákról szeretnének látni, és különösen a vezérkutyának a kiképzéséről videót. Ennek próbálok eleget tenni, úgyhogy nincs mese, ezekről fogok mesélni. De ugye a száhúzó kiképzés az nem egy egyszerű dolog, több videón keresztül fogok ezen végigmenni, most néhány régi videót kotortam elő a felhasználatlan videóim közül, koáról szeretek ilyen életképeket csinálni, szeretem megörökíteni koát a természetbe, ahogy együtt járunk erre-arra, meg mióta több kutyám van őket is, csak velük nehezebb, mert egy kutyát az úgy egyszerűbb beidomítani arra, hogy csinálja azt, amit szeretnék. Több kutyára már jobban oda kell figyelni, és ővelük elég nehéz így a videózás most. Úgyhogy a régebbi videókból fogok mutatni koával, amikor elmegyünk kirándulni, akkor megmutatom, hogy milyen alapokat érdemes már kicsi kölyök korától megtanítani a kutyusnak, hogy a végén ő is sikeres szánhúzó legyen. Egy kutyával is ugyanúgy lehet szánt húzatni. Ennek az a hátránya, hogy egy maga nem bír végig úgy húzni, hogy minden terhet elcipeljen, tehát jóval rá kell segíteni. Ez a kis játék akkor jó, a legjobb, hogyha lefele megyünk egy lejtőn, akkor neki is mindenféle erőfeszítés nélkül megy ez a játék. Ha lefele megyünk, akkor ő neki csak kell követni az ösvényt, nem szabad, hogy letérjen az útról. Ez már önmagában problémát tud okozni, mert szeretnek így elkalandozni, nem a útra figyelni, hanem szépen találnak valamit az úton, akkor elkezdenek szaglászni, félre mennek az ösvényről, akkor elkezdenek kalandozni, meghallanak valamit, akkor is szépen megállnak, fülelnek, hegyezik a fülüket. Ez több kutyánál már balesetveszélyes, hogyha a vezérkutya megáll, akkor a többiek ráfutnak, egy nehéz megrakodott szán, hogyha ráfut a kutyákra, az már igen komoly balesethez vezethet, úgyhogy ez a vezérkutyának a betanítása, amíg csak egy kutyánk van, addig könnyen megoldható. Hogyha már van egy vezérkutyánk, és új vezért szeretnénk kinevelni, akkor már egyszerűbb a dolgunk, egyszerűen a vezérkutya mellé befogjuk a másikat, amelyik már egy alap száhúzós kiképzésen túl van, mert a magát azt, hogy befogják szán elé, azt is szoknia kell, tehát hogyha van egy fegyelmezett vezérkutyánk, amellé berakhatunk egy olyan kutyust, amelyik már bírja azt, hogy hámban van. És akkor ugyanazokat a parancsokat fogja végrehajtani, mint a mellette levő vezérkutya, és akkor így egyszerűen egymástól megtanulják a parancsokat, hogy mire mit kell csinálni, mennyire kell odafigyelni az útra, és mindent, amit kell tudnia, ugye egy száhúzó kutyának, azt egymástól tanulják meg. Ezzel időt tudunk spórolni, nem kell a kutyákat egyenként elvinni, hogy vezérkutyákat képezzünk, hanem egyszerre vihetjük az egész csapatot, nem kell, hogy otthon várjanak a sorukra, akik ilyenkor persze nagyon türelmetlenek szoktak lenni, hogyha őket otthon hagyom, ők is jönnének ugyanúgy, és igazuk is van, tehát hogyha vezérkutyákat akarom képezni, és már van egy kiképzett vezérkutyánk, nyugodtan mellé lehet fogni egy ifjú újoncot, aki már hámba fogható. Na de most akkor kezdjük is az alapoknál, hogy egy olyan kutyát szeretnénk, aki lebír csúszni egy
lejtőn velünk. Tehát ő fog futni, mi meg csúszunk, tehát ő lesz a kis vezérkutyánk, vagy mi. Tehát nézzük is meg, hogyan kell ezt betanítani neki. Már apró pici kölyök kora óta kell, hogy tudjon szépen lavírozni a lejtőkön. Úgyhogy ezt alapból így nem lehet akárhol, akármilyen terepen megtanítani neki. Ehhez bizony egy terep kell, ahol van sok-sok-sok-sok-sok lejtő, ahol tud föl leszaladgálni, és az egyensúly érzéke, a térérzéke és a önbizalma az így teljesen ki fog fejlődni. Nem lesz félős vagy lusta, hanem imádni fogja az ilyen kalandozásokat. Föl le fog szaladgálni az ilyen lejtőkön, hogyha jól csináljuk. Általában, hogyha valami erdőbe megyünk, akkor ott már annyira kedvet fog kapni ahhoz, hogy szaladgáljon ezeken a részeken, hogy tulajdonképpen sok dolgunk nincs is, csak annyi, hogy figyelemmel kísérjük azt, hogy ne szökjön el. Ez a póráz nélküli elengedős sétáltatás az erdőben nem igazán szabályos. Könnyen vadkárt okozhatunk, a természetbe sérüléseket idézhetünk elő, úgyhogy nagyon figyeljünk oda a kiskutyusra, hogy egyrészt ne okozzon kárt, másrészt ne is szökjön el, mert egy ilyen vad után szaladás, vagy akár csak egy sima szag után való kóborlás komoly eltévedéshez vezethet, úgyhogy csak módjával az ilyen kalandoknak. Csak akkor vigyük erdőbe a kutyánkat póráz nélkül, hogyha teljes mértékben megbízunk benne, és tudjuk, hogy arra nem fogunk vadászokkal találkozni, mert azoknak megvan a engedélyük rá, hogy kilőjék az ilyen elkóborolt kutyának vélt ebeket. Hogyha van módunk rá, akkor keressünk olyan talajt is neki, ahol szépen tud rajta siklani, nem kell vigyázni az ilyen kövekre, avarral van borítva az egész, és akkor olyan könnyedén lavírozik rajta, minthogyha a hóban játszana, és olyan terepre is szükségünk lesz, ahol kövek vannak, és azok miatt kell vigyázni, ahogy hova lép, nem szabad csak úgy leszaladnia rajta, hanem minden egyes lépését meg kell, hogy fontolja, és akkor így a nekünk megfelelő terepen fog akkor is haladni, amikor mi utána fogunk menni, nem kell arra vigyáznunk, hogy amikor előttünk halad, olyan terepre szaladjon rá, ami balesetveszélyes. Ebből is látszik, hogy a vezérkutyáknak a felelőssége, az előrelátása az mennyire fontos. Kell, hogy az utat maguk előtt annyira áttekintsék, hogy átlássák, hogy nehogy baleset legyen abból, hogy olyan helyre megyünk, amin nem tudunk közlekedni. Nem akarom ezt a videót túl hosszúra húzni, úgyhogy nézzük is meg, hogyan néz ki egy ilyen popsi-tepsis lecsúszás egyetlen kutyával, de mielőtt megnézitek ezt a kis bejátszást, a videót, hogyha tetszett, úgy gondoljátok, hogy hasznosnak bizonyult számotokra, akkor dobjatok rá egy lájkot, és kövessétek a csatornát, hogyha akartok még hasonlóakat látni, és írjátok meg, hogy milyen videók érdekelnének ezen a csatornán, aztán majd jelentkezek. Sziasztok! Mehet! Fogad! Várjál, kóan. Húzad!